mint 30 hete halmozódik az ötös lottó nyeremény. Ezen a héten közel 4 milliárd forintot nyerhet az a szerencsés, akinek mind az öt megjátszott számát kihúzzák a sorsoláson. Arra voltam kíváncsi, hogy önök vásárolnak-e szelvényt, és ha nyernének, mire költenék ezt az óriási összeget. Te szoktál lottózni? Igen, szoktam. Hát most főleg, hogy ilyen nagy a nyeremény összeg. Általában nem, csak most igen. Most azért megpróbálja szerintem mindenki. Az is, aki nem lottózik. És vannak esetleg olyan számaid, amik mindig megjátszol, vagy mindig mást? Hát születési évek, gyereknek, sajátom, feleségemé, általában ezeket szoktam játszani. És mire költenéd ezt a sok pénzt? Hát ezt nem tudom, fogalmam sincs. Hát utazásra, lakásvásárlásra, hát ilyesmikre. Még ezzel nem is gondolkodtam annyira. Szia, bocsi a zavarásért, te szoktál lottózni? Igen. Mindig, vagy csak ilyenkor, amikor ilyen nagy a nyeremény? Hát főleg most igen a nagy a nyeremény, mert most is nyertünk kettesen, úgyhogy most azért megyek beváltani pont. És ilyenkor milyen számokkal szoktatok játszani? Hát a születési évünk igazából, meg hát a mi szerencse számunk. De mindig változik, vagy ugyanazok? Ugyanazok általában. Úgyhogy most bejött, úgyhogy most megyek is. Hány lottószelvényt vesztek ilyenkor? Hát ez olyankor kettőt vagy többet, de igazából mindig a szerencse számainkat játsszuk meg, és most bejött, hál' Istennek, úgyhogy most próbálkozunk tovább, hogy hát szerencseink lesz. Van-e valamilyen elképzelés, hogy mire költenétek ezt a nagy összeget? Fú, hát biztos, vagy új ház, vagy nyaralás, vagy esetleg befektetnék, nem tudom, sok mindenre. Jó lenne, igen. Ti szoktatok lottózni? Hát én nem nagyon. Ilyenkor sem, amikor ilyen óriási nyeremény van? Nem. Inkább tipmix. Igen, sajnos, de soha nem nyerek. És csak akkor szokott, amikor ilyen nagy nyeremény van, vagy? Mindig. Minden héten 1300 forintot kidobok. Úgyhogy jobb lenne gyűjteni egy kasszába, aztán karácsonykor elővenni. Hát azért mégis megvan az esélye. Belegondolt már abba, hogy mire költenék ezt a rengeteg? Mert úgyse nyerek. Csak megszokásból csinálom. Hát, ha egyszer bejön. De lenne helye, mert vannak gyerekeim, unokáim, úgyhogy mindenre jutnak. Családban lottózunk, igen. Kövön 40 éve. És rendszeresen? Rendszeresen. Talán még a számok is állandóak. De még kettesnél nem volt több. Ezt a nagy összeget, ha megnyerik, mire költeni? Nem szabad ebbe belegondolni, mert úgysem mi nyerjük meg. De lenne helye. Mire költenéd ezt az összeget? Hát nem tartanám meg, mert én félnék az ilyen nagy összegtől, hogy megváltoztatna, úgyhogy nem tartanám meg egyáltalán. Nem, mit csinálná vele? Hogy én nem tudom, milyen az, amikor az embernek nincs gondja arra, hogy nézi az árakat, úgyhogy én nem is kérném ezt a nagy összeget. Nem. Nem, mit csinálná vele? Én odaadnám inkább kórházba, mert az én gyerekem is nagyon sokat fekszik kórházba, és én a gyerekosztálynak, hogy minél jobban fejleszték. Ön szokott lottózni? Szoktam. Milyen gyakran? Hát általában minden héten. Nem mindig, van olyan időszak, amikor nem, van, amikor igen. És olyankor hány szelvét szokott vásárolni? Egyet. Egyet. Egy skandinávot, meg egy ötös lottót szoktam venni. Hogyha megnyerni ezt a nagy összeget, akkor mire költeni? Hát ki tudja, hogy mire költeném. Mire van már nekünk szükségünk? Semmire. Gyerekekre legfeljebb. Unokákra. Dédunokám is van most már, úgyhogy dédunokára. Mit tudja az ember? Nem is tudja, hogy milliárdoknak, meg mit tudom én, millióknak mi az értéke. Sose volt annyi pénzünk. Ön szokott lottózni? Nem. Ilyenkor sem, amikor ilyen óriási nyeremény? Soha. Én tudom, hogy én nem nyerek, és én nem is lottozok. És hogyha esetleg egy ilyen nagy összeget nyerne, mihez kezdene vele? Odaadnám a gyereknek, mert nekem már minek. Amire szükségem van, megvan, ő meg boldoguljon vele. Önök szoktak lottózni? Szoktunk, igen. Milyen gyakran? Mindig lottóznak, vagy csak akkor, amikor ilyen nagyon nyeremény? Nem a nyeremény függő, hanem mikor érek rá éppen, úgyhogy állandó számaim vannak, és azzal szoktam játszani. És hány szelvényt szokott vásárolni? Olyan 3-4-et. És most, hogy ilyen nagy a nyeremény, közel 4 milliárd forintos? Tudtam, de akkor már is megyek és veszek lottót. És hogyha egy ilyen nagy összeget megnyerne, akkor mire költeni?
Hát van-e valamilyen elképzelés? Hát az mindig van. Álmai vannak az embernek mindig, úgyhogy utazni szeretnék, a családomat segíteni, ilyesmi. Úgyhogy más különösebb. Így konkrétan, így tételenként nem gondoltam rá, de ilyen nagy álmaim vannak. Milyen esélye van ön szerint arra, hogy megnyerje a lottót, hogyha lottózik? Hát az ember mindig reménykedik, de gyakorlatilag már 30-40 éve játszom, úgyhogy még hármasnál nem volt nagyobb nyereményem. Hát egyszer sikerül.